A Debreceni Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként hozott létre önálló compliance osztályt, hogy eredményesebb lehessen az üzleti szektorban. Az intézmény a compliance rendszer bevezetésének szükségességéről, feltételeiről, eredményeiről konferenciát rendezett október 17-én. Kossa György, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a mai világban rengeteg kihívás van, ebből fakadóan pedig sok a kockázat is. A compliance osztály ezeket a kockázatokat hivatott időben felismerni és megelőzni a nagyobb problémákat. Az egyetemen belül több védelmi vonalat hoztunk létre, és a védelmi vonalak közül az egyik a compliance tevékenység, és hagyd tegyem hozzá, hogy nagyon fontos ugye mind az egyén, mind a szervezet reputációs védelme. Ezért nagyon fontos, hogy ilyen fajta tevékenység legyen, hiszen az együttműködésekből fakadóan mindig keletkeznek, vagy bármilyen tevékenységből fakadóan mindig keletkezhetnek kockázatok, amelyeket célszerű feltérképezni, célszerű lehetőleg már előre kezelni, és amennyiben csak lehet ezeket elkerülni. Az eseményen vállalati vezetők és jogászok vitatták meg a compliance és határterületei kapcsán felmerülő legfontosabb kérdéseket és kihívásokat. Herman Zsuzsanna, compliance igazgató a konferencián többek között arról beszélt, mi történhet akkor, ha az intézmény nem ismeri fel időben a kockázatokat. Az egyetem működés egy ökoszisztéma, és figyelnünk kell arra, hogy előzetesen felmérjük ezeket a kockázatokat, hiszen hogyha a kockázatokat nem észleljük időben, és nem tudunk erre reagálni, akkor reputációs válság is bekövetkezhet az egyetemen. Ekkor kapcsolódik be a reziliencia, ami valójában lehetővé teszi, hogy az egyetem rugalmasan és az üzletmenet folytonosságot fenntartva reagáljon a politikai, vagy akár gazdasági, jogi körülményekre, környezetre. A compliance osztály mindemellett egy etikus működést, etikus vállalati kultúrát is elősegít majd a Debreceni Egyetemen, amelyből minden egyetemi polgár ki fogja venni a részét, tette hozzá Herman Zsuzsanna. A konferenciát hagyományteremtő szándékkal most először szervezte meg a Debreceni Egyetem. Az eseményre az ország több pontjáról érkeztek előadók a szakmából.